Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket! Péter és Pál ünnepéhez közeledünk. Ez alkalomból beszélgetünk mai vendégeimmel, akiket szeretettel üdvözlöm. A Palai Béla, a görögkatolikus parókus urat, a Istvánffy Szilárd római katolikus káplán urat, és Kátai Tibor, a református lelkész urat. Jó napot kívánok! Isten hozta önöket! A Péter és Pál ünnepe megemlékezés tulajdonképpen a református egyházban is, bár nem szenteként ünneplik őket. Így van, június 29 Péter és Pál napja. A június 29 ez legközelebb álló vasárnapon általában róluk szoktam prédikálni. A keresztény egyház két nagy apostoláról. Van is egy versikénk, amikor Jézus tanítványait soroljuk, és így kezdődik, hogy első Vala Péter. Az ő életútjukról, munkásságukról mindenképpen megemlékezünk, a Péter apostol munkásságáról és a Pál apostol munkásságáról is. Hasonlóságok és különbözőségek vannak kettejük között, viszont mindketten ugyanannak a Krisztusnak a szolgálatában álltak, és az ő evangéliumát hirdették. A Péter és Pál nagyon sokfele az ikonográfiában egymás mellett összeölelközve akár jelenik meg. Igen, mert az egyházat képviselik, az egyháznak ők az alapjai, bár Jézus csak Pétert nevezte Kéfának, Kéfásnak, Sziklának, de ha már szóba jött az ikonosztázion, az a képfal, amellyel a hajót elválasztjuk a szentélytől, a keleti egyházak templomaiban, valóban ott találjuk a 12 apostol között, és felvetődik a kérdés, hogy mit kereső a 12 apostol között, mikor nem volt ott sem az utolsó vacsorán, nem volt ott se a Jézus Krisztus csodáinál, és nem volt ott azok között, az apostolok között sem, akikből választottak egyet, mert ugye Júdás kilépett a sorból, kiesett a 12 közül, ezért Péter, mint első pápa, mint első püspök választott, illetve ő is ott volt azok között, akik választották azt az apostolt, aki beállt Júdásnak a helyére. Mégis oda festik Szent Pált is, és főapostolnak nevezik, látjuk a műsorunknak a címén is, hogy Péter és Pál főapostolok, ugyanolyan rangúak mind a ketten, még akkor is, hogyha Pál eleinte üldözte az egyházat, és tudjuk, hogy Szent István első vértanúnak a megkövezésénél azok, akik megkövezték, az ő lábaihoz tették le a felső ruhájukat, ugye neki vetkőztek, és ki kellett végezni azt, aki Krisztus követője volt. De azt is tudjuk róla, hogy ez a Szent Pál apostol egy nagy erőfeszítés árán lett farkasból bárránnyá, egyház üldözőből egyház előmozdító, és Jézus Krisztus evangéliumának a hirdetője. A néhol testvérekként is említik Péter és Pált. A Krisztusban testvérek, vagy valójában azok is voltak? Inkább azt mondanám, hogy Krisztusban testvérek, nem vérszerinti testvériségről beszélhetünk, hiszen Kéfá, Simon, Péter apostol, ő zsidó, ő héber. És tudjuk Pál apostolról, ő pedig római polgár volt, tehát nincsen így vérszerinti rokonság közöttük. Krisztusban való testvériségről beszélhetünk a két apostolra vonatkozólag. És persze arról a lelki kötelékről, amely őket közös úton az Isten országának az építésében segítette. Az ikonográfiáról beszélve nagyon sok fele látjuk azt, hogy egyikőjüknek kard van a kezében. Mit keres egy apostol kezében a kard? Nyilván nem úgy kell őket elképzelni, mint a 12 tanítványt Jézusnak, a 12 tábornokát, mint hogy a hadvezérként, semmilyen jellege nincsen. A szenteket nagyon sok esetben egy jelképpel, egy hozzá kötődő szimbolisztikával ábrázolják. Péter apostolt a kulcsokkal, Pál apostolt pedig a karddal. Tehát a kard által végezték ki Pál apostolt, mivel ő római polgár volt, ez egy tiszteletteljes fajta halál nem volt.
Péter apostolt pedig azért ábrázolják kulcsokkal, mert az Úr Jézus Krisztus neki adja a mennyországnak a kulcsait, és azt mondja neki, Péter, amit megkötsz a földön, az meg lesz kötve a mennyben is, és amit fölöldössz a földön, az föl lesz oldva a mennyben is. Tehát a nyitás, zárásnak a jellege, szimbolisztikája ez a kulcs motivum, amely van Péter apostolnak a kezében. Az egyik a halál nemére utal, Pál apostol esetében, Péter apostol esetében pedig az a nagy dolog, hogy ő a mennyország kulcsainak az úgymond az őrzője. A református vallásban is, tovább öröklődött az, hogy amit Péter utódja, tehát a felszentelt papság felold, az fel van oldva. Igen, ott van a kulcsok hatalma, amit az úrvacsoraosztás alkalmával is hirdetünk a bűnbocsánatban. Még egy gondolat, miért ábrázolják őket együtt. A hagyomány, a legenda szerint mindketten június 29-én haltak vértanú halált. Nem tudjuk pontosan, hogy ugyanabban az évben, vagy különböző esztendőkben, de mind a kettő Rómában június 29-én a hagyomány szerint Péter apostolt keresztre feszítették, de ő azt kérte, hogy fejjel lefele feszítsék keresztre, mert nem méltó úgy meghalni, mint az Úr Jézus Krisztus. Pál apostol pedig, úgy, ahogy az előbb hallottuk, lefejezték. Úgyhogy az, hogy együtt ábrázolják őket, én azt gondolom, hogy találó. A jeruzsálemi zsinaton is találkoztak az egyik első egyházi gyűlésen, ahol ugyebár arról vitatkoztak, hogy a pogányok között is hirdessék az evangéliumot, vagy nem. Ketten együtt munkálkodtak az evangélium hirdetésében és Krisztus országának az építésében. A görögkatolikus egyházban az egyik évközi fontos bőjtel előzi meg ezt az ünnepet. Minden nagy ünnepet bőjtel kezdünk, és bőjtel készülünk rá, és láttuk nemrég ugye a húsvétra is 40 napos bőjtel készülöttünk, illő volt, hogy húsvét után 40 napig ne bőjtöljünk, ez volt a pünkösd utáni időszak. És pünkösd után van egy úgynevezett szabad hét, ami minden szentek vasárnapjáig tart, és minden szentek vasárnaptól egészen Szent Péter és Szent Pál napjáig, ünnepének napjáig, június 29-ig, az alatt, az idő alatt ismét csak bőjtölünk, mert ennek a két apostolnak a tisztelete megkívánja azt, hogy ne csak 8 napos utóünnep legyen, ahogy azt első Leó pápa, vagy 5. Leó pápa megfogalmazta, vagy kérte, hanem legyen egy előkészületi ideje. Ez persze mindig változik, ugyanúgy, ahogy a húsvét is változik. Legalább 7 vagy 8 nap bőjt kell megelőzze ezt a Szent Péter és Szent Pál ünnepet, de ez lehet 5 hét is, lehet 3 hét, ez attól függ, hogy a húsvétot mikor tartjuk meg, mert a húsvét is változtatja a pünkösd időpontját, onnan egy hét szabad, és akkor attól kezdve Szent Péter és Szent Pál apostolok bőjtje. Vannak olyan előírások, hogy ez a bőjt, ez nem olyan erős, mint a húsvéti előkészületünk. Tehát pénteken nem eszünk húst, de szerdán és hétfőn nyugodtan lehet teljes vagy vajas alapanyagú ételeket magunkhoz venni. Van olyan előírás, ahol azt kérik, hogy ugye akkor van az aradás közeli ünnep, hogy akik dolgoznak, fizikai munkát végeznek, vagy be vannak osztva, azok mentesüljenek, de csak a nyári munkák alatt ezektől a bőjtöktől. Van olyan előírás, ahol a világiaknak 5 mi atyánk elmondását kéri az étkezés előtt, hogy ezzel is egy kicsit ráhangolja az ünnepre, ne csak a fizikai bőtre. Hétfőn, szerdán és pénteken száraz napokat tartanak, és sőt a klerikusoktól azt kívánják, hogy az 50. zsoltárt is elmondják az étkezések előtt. Ez a felkészülési idő, ez újból csak lelkileg, de testileg is ráhangol bennünket arra, hogy méltóképpen ünnepeljük meg ennek a két apostolnak az ünnepét. Nem történik meg esetleg, hogy a pünkösddel egybeessen
ez az ünnep, vagy igen kicsi legyen a távolság közöttem? Még véletlenül sem. Elég nagy az időszak, hál' Istennek. Ez, azt hiszem a minimum, úgy ahogy az előbb mondtam, egy 7 napos távolság, de nem esik egyben, viszont ugyanúgy, ahogy a karácsonyi bőtben, a húsvéti bőtben, ugyanúgy, vagy a Mária bőtben nem szoktunk esküvőt végezni, tehát ilyen ünnepélyesebb szertartásokat kihagyjuk az életünkből. Helyel közzel persze lehet rá felmentést kérni, de nagyon különleges esetben, ugye már azt is látjuk, hogy nem csak szombaton vannak esküvők, hanem vasárnap, szerdán, pénteken, kedden, bármilyen nap, úgyhogy ezeket mindig igazítani kell, sajnos. Régen ez nem így volt. Régen igazították az életüket az emberek a naptárhoz és az egyház életéhez. Manapság az élet is egy kicsit felgyorsult, de ami a bőtöt illeti, beszélgettünk valamikor arról, hogy a református egyházban is létezik egy bizonyos típusa a bőtnek. Ezt az ünnepet is megelőzi bőt? Itt konkrétan nem. A bőti időszak ugyebár bőtfővasárnap kezdődik február végén vagy március elején, húsvétig tart. Péter Pál napja előtt konkrétan nem tartunk bőtöt, viszont a bőtnek több formája van, tehát nem csak ételektől, italoktól való tartózkodást jelent, hanem káros szenvedélyektől való tartózkodást is például, ami sokszor nehezebb, mint ételtől vagy italtól tartózkodni. Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy az egyházi év úgy az évszázadok folyamán a mezőgazdasági élethez is hozzákapcsolódott, vagy fordítva, és a hagyomány szerint Péter Pál napja az aratási időszaknak a kezdete. Tehát azt tartja a hagyomány, hogy ilyenkor úgymond szakad meg a búza, és akkor innentől fogva már lehet aratni. Június közepén, vidnapján áll meg a búzának a növekedése, onnantól fogva már csak élik, és Péter Pál napja az aratási időszak kezdete is. És akkor ilyenkor már elkezdik az aratást legtöbb helyen. Igen, hát most az időjárás függvényében is. Van, ahol előbb néhány nappal, van, ahol utána, de ilyen szempontból fontos. Pillanatra még kitérnék a bőtre, a római katolikus egyházban, hogy néz ez ki? Péter Pál főapostoloknak az ünnep előtt nincsen katolikus egyházban kifejezett bőt. Természetesen van a nagybőjt időszak, ami igazi bőjtöt jelent, önmegtartóztatást, és szeretnék társulni a tiszteletes úrnak a szavaihoz. A bőjt nem feltétlenül mindig a hústól, az ételektől, az italtól való önmegtartóztatást jelenti, hanem azoktól a káros szenvedélyektől, azoktól a bűnöktől, azoktól a gyengeségektől, hibáktól, amelyek hétköznapi élet forgatagában az ember életében megtalálhatóak vagy jelentkeznek. Nyilván minden főünnepre készülni kell, és amilyen lesz a készületem, olyan lesz az ünnepem is, az ünnepre való hangoltságom is. Ez nem az a tény, hogy nincsen meghatározott bőti nap, vagy bőti napok a Péter Pál ünnepelőt, ez nem jogosítja fel az embert arra, hogy rákészüljön erre az ünneple. Magáról az ünnepről mit kell tudnunk, mi van ilyenkor benne a szertartásba? Van-e valami különösebb szokás ilyenkor? Ilyenkor különösebb szokás nincs. Nem szentelünk gyógyfűvet, nem szentelünk gyümölcsöt, semmilyen más szentelmény nem fűződik ehhez. Ilyenkor valóban a két főapostolnak a nagyságát magasztaljuk, és érdekes az időpontjával kapcsolatban még el lehet azt mondani, hogy több alkalom lenne, hogy Szent Pétert és Szent Pált megünnepeljük, mégis egyszerre ünnepeljük meg őket. Ezzel is mutatva azt, hogy egyenrangúak ők, mind a mellett, hogy egyikük közülük ott volt Jézus minden egyes fontos földi eseményénél, Péter apostol ott volt a táborhegyén, Szent János apostol előkészítették az utolsó vacsorát, ott volt János apostol, amikor rohannak és benéznek az üres sírba is, és nem látják Jézus testét, bár egy kicsit öregebb Péter, később ér oda, mint János, de ott van. És hát az, hogy
például Péter apostolnak az adóját is Jézus kifizetteti, mikor kifogják a halat, vagy kifogatja a halat Jézus, és azt mondja, hogy fizess ki magadért és magamért is az adó. Nehogy ezzel is ellentétbe kerüljenek az akkori viszony pénzviszonnyal. Péter ott van mellette végig, Pál apostol csak oda kerül, miután a damaszkuszi úton csodálatos módon megtér, ugye elveszíti a szemevilágát, leesik a lóról, és akkor rá kell eszmélnie arra, hogy neki más feladata van itt a földön, nem az, hogy üldözze a kereszténységet, hanem éppen az, hogy előttük menjen, és ha már ott van a kard a kezében, akkor harcoljon is értük, hogyha kell, és harcol is, nem csak a zsidókért, a zsidó keresztényekért, de a pogányokért is, a pogányok apostolaként. A nagyságuk miben áll ennek a két főapostolnak a nagysága? Én úgy hiszem és vallom, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja a barátaiért. Az Úr Jézus Krisztus mondja. Henry Sienkiewicznek van egy nagyon csodálatos regénye, bizonyára sokan ismerik a tévénézők közül is, Quo Vadis Domine, Hová mész, Uram? A könyv végén az Úr Jézus Krisztussal találkozik a menekülő Péter apostol, aki Rómából menekül ki, üldözik a keresztényeket, és találkozik a legenda szerint az Úr Jézussal, és kérdezi, hogy hová mész, Uram? Kérdezi Péter az Úr Jézust. Megyek, Péter, meghalni, érted? Péter apostol az életét áldozza az Úr Jézus Krisztusért. Ráébred később arra, hogy milyen nagy dolgot tett az Úr Jézus Krisztus az ő munkájával, a földi életében, földi ittlétében. És egy olyan valakire teszi rá az életét, aki azt mondja, hogy ezért lehet. Ő az én Istenem, ő az én mindenem. Ő az, aki én rám épít. Én rám, aki gyenge vagyok, aki csak egy egyszerű, talán mondhatom azt, hogy a legtanulatlanabb a tanítványok közül, egy durva, kicsit olyan faragatlan ember, kicsit olyan lázadozó jellemét tekintve, de mégis az Isten az ilyen gyengékre, vagy ilyen sérültekre, vagy ilyen kicsit selejtekre épít, hogy megszégyenítse a bölcseket és az okosakat, butákra, bolondokra. Péter ráteszi az életét Jézus Krisztusra. Pál apostol, aki a kor zsenie, ő teljesen más karakter. Ő olyan egyéniség, aki missziós lelkületű. Ő nem a csodáit látja az Úr Jézus Krisztusnak, mint a többi tanítványok. Tehát nem nincsen vele együtt, mert a 12 tanítvány együtt van az Úr Jézussal éjjel-nappal 3 évig szinte. Együtt járják Izrael utcáit, Jeruzsálem környékét, egész Izraelt, a 12 törzset. Ismerik, van tapasztalatuk. Ez alapján már döntenek, van alapjuk, miért döntenek. Pál apostol ezzel ellentétben már a feltámadt Úr Jézus Krisztussal találkozik a damaszkuszi úton. Neki nincsenek még tapasztalata az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Üldözi, ellenszenves, nem fogadja el. Valami nincsen rendben, ő megyen intézkedik, szedi össze a keresztényeket az első században, és viszi őket a főtanács elé. Ő azt mondja, magáról farizeusok ivadéka. Hát ő a feltámadtal találkozott. Azt hiszem, hogy a mai kor embere már a feltámadt Úr Jézus Krisztussal találkozik. Nem vagyunk ott abban a millióban, amiben voltak a tanítványok, azokban a néhány évben. Mi az evangélium öröm hírét halljuk már csupán. Mégis van pálfordulás, azt hiszem mindannyiunknak az életében, úgy mint Pál apostolnak az életében is volt. A nagysága abban áll, hogy viszi az örömhírt a világ, a kor annak abban a világban mindenfelé, ahova csak tudja, ahova csak el tud jutni. Tudva azt, hogy neki is megvannak a gyengeségei, tudja azt, hogy mondja magáról, tövist kaptam testembe. Azt hiszem, hogy ugyanúgy, mint mi is, mint Pál, sokszor kapunk töviseket a lelkünkbe, a testünkbe. Azért nehogy elbízzuk magunkat. Nagyság abban áll, hogy rámerik tenni az életüket Krisztusra, és Krisztus pedig mer rájuk építeni. Tehát mai kor emberének szerintem azt üzeni ez a két tanítvány, hogy ha ti meritek rám építeni az életeteteket, a családot, a jövőt, a terveiteket,
ti, akik itt vagytok, templomba járó vagy templomot kerülő emberek, akkor én is tudok rátok építeni. Sziklára kell építeni ezt az egyházat. Jézus Krisztusra, ugyanúgy, mint életet, családot, jövőt, magyar keresztény társadalmat. Nem hagytak ránk evangéliumokat, mint más apostolok. Mégis mit hagytak ők az utókorra? Nem hagytak evangéliumokat, viszont hagytak leveleket. Írásaik, munkásságuk mindenképpen fennmaradt, csak úgy, mint az életútjuk is. Pál apostol 13 vagy 14 levelet hagyott, attól függ, hogy a zsidókhoz írott levélnek a szerzőjét, szerzőségét kinek tulajdonítjuk. 13 levelet írt különböző gyülekezetekhez, korintusi, efézusi és más gyülekezetekhez, amelyeket részben ő alapított, Pál apostol, és aztán visszatért majd idővel ezekbe a közösségekbe. Pálnak a teológiája jelenik meg ezekben a levelekben. Péter apostol 2 levelet hagyott ránk, ami a Szentírásban fennmaradt, és ezekben a levelekben elég sokat utal vissza az Ószövetségre, zsidóknak próbálván bizonyítani, hogy ez a Krisztus az Ószövetségben megígért messiás. És ugyanakkor Péter apostol sokat ír az apokalipszisről is, a világ végéről. Az Úr napja úgy jön el, mint éjjeli tolvaj. Tehát a leveleik fennmaradtak a Szentírásban. Csak még egy gondolattal csatlakozva az előttem szólóhoz, nagyságukat abban érzékelem, hogy eszközök voltak Isten kezében, és hittel válaszoltak Isten hívására. Péter a hit apostola, kőszikla, már többször is elhangzott, Pál a pogányok apostol, aki elhozza az evangéliumot Európába, missziói utakat végez, a mai misszionáriusok előtt mindenképpen példaként állhat. Kicsit beleláttunk abba, hogy hogyan került Pál az apostolok soraiba. A Péterről maradt-e fenn valami írás? Tudunk-e arról, hogy hogy került Péter az Úr közelébe? Hát úgy, hogy Péterhez odament, és azt mondta, hogy hagyj ott mindent, és gyere, kövess engem. És Péter ott hagyta a hálót, ugye halászember volt, és elindult, és követte Jézust. És akkor Jézus azt mondta neki, hogy emberek halászává teszlek, ezentúl nem halakat fogsz fogni, mind a mellett, hogy a csodálatos halfogásnál jelen lehetett Jézus, és megvallja utána az, hogy ő nem méltó arra, hogy kövesse Jézust, nem méltó arra sem, hogy ott álljon mellette, megy mégis és követ, és tudjuk, hogy meg is tagadja őt. De aztán megszólal a kakas 3-szor, és eszébe jut, és keservesen sír, te ebből a sírásból felébred, felkel, kiszáll a gödörből, kiszáll a mélypontból, és ezzel is példát ad nekünk, hogyha Jézus hív, akkor a legegyszerűbb embernek is mennie kell, nem feltétlenül kell 5 csillagos tudósnak lennie ahhoz, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdesse, hanem a legegyszerűbb ember is az életével, a munkásságával, a szavaival, az erkölcsösségével tudja hirdetni azt a Krisztust, aki meghalt értünk. Nagyjából tudjuk, hogy melyik apostol milyen irányba indult, akkor az első pünköst után. Ki hol hirdette az evangéliumot, tudjuk ezt Péterről és Pálról is? Az első pünkösd alkalmával az Úr Jézus Krisztus Péter beszéde, segítségével, Péter beszédével, mint egy több ezer embert vezet Jézus Krisztushoz. Több ezeren keresztelkednek meg. A Jeruzsálemi Egyház ekkor még kibontakozóban van, és a kora kereszténységre úgy tekint, úgy a diaszporában élő zsidóság, mint a Szentföldön élő zsidó nép, mint egy pogány, mint egy szekta, mint egy keverék, mint egy szintetikus egyház. Nem fogadják el őket. A tanítványokban az Úr Jézus Krisztus, ahogy elköszön, fellendíti a missziós lelkületet. Ők elindulnak, kettessével küldi őket, apostolait, közeli, távoli vidékekre, míg ennek híre megyen.
Pál apostol segítségével a kereszténység a római birodalomban, amely nagyon sokat segít abban, hogy a kereszténység el tudjon terjedni. Képzeljük csak el a kor történelmi helyzetét. Hogyha lennének annyi ország határok, mint amennyi most van, hát nem biztos, hogy a kereszténység olyan gyors ütemben el tud terjedni Közép-Európában, Közel-Keleten, Észak-Afrikában, Kis-Ázsiában. Egy határ van. A római birodalomnak a határán belül történik mindez. Ráadásul ő római polgár Pál apostol, akinek sokkal több joga van, mint annak az embernek, aki egy leigázott népből származik. Lásd a tanítványok, a 12 tanítványok. Mennek ezek a tanítványok, hirdetik a környéken, a Közel-Keleten. De Pál apostol az, aki zsenialitásával a kornak az elitjét is meg tudja szólítani. És a másik érdekes, hogy ő nem pusztán a héberül beszélő zsidósághoz szól, hanem szól görög nyelven is, koiné görög nyelven is, ami olyan, mintha a mai korban angolul kezdeni az ember terjeszteni az evangéliumot, azt mindenki érti. Hogyha csak valaki hollandul kezd el evangelizálni, akkor csak a hollandok értenék meg. Ő görögül beszél, római polgárként latinul beszél. Ez nagyon sokat segít abban, hogy meg tudja szólítani az aténiakat, meg tudja szólítani a kis-ázsiaiakat, meg tudja szólítani a birodalom fővárosában élő zsidó polgárokat is, akik a diaszpórában, szétszóratatásban vannak. A később újabb apostolokról hallunk, tehát a 12 apostolon kívül, valószínűleg ezek az ők tanítványai voltak, akik tovább terjesztették az evangéliumot. Hányról beszélünk összesen? 12 tanítványa van az Úr Jézus Krisztusnak, és tudjuk, hogy az egyik tanítványa az Iskarióti Júdás. Mondhatni azt, hogy jobban szerette talán a pénzt, mint az üdvözítőt, és elárulja. Hogyha Pétert nézzük, akkor, és Péter tudná, hogy ki az a tanítvány, aki elárulja, valószínűleg, hogy az utolsó vacsorán már felugrott volna, és széttépte volna azt a tanítványt, ismerve az ő lelkületét. Ettől függetlenül megmarad egy üres hely. Na most ide pedig megválasszák Mátyás apostolt. Pál apostol bónuszként kerül be a 12 tanítvány mögé, de mondhatom azt, hogy lelki rokonságban vannak. Egy szempontból azért, mert Krisztus ügye az, ami összeköti őket, más szempontból a kulturális különbség azért érezteti a hatását a kettőjük kapcsolatában. Sokan mondják, hogy ugye nem voltak ők azért jó viszonyban, ez a magyar kultúrkörben is el van terjedve, Péter és Pál nem mindig jó barátok, magyar néphiedelemben is ez megtalálható nagyon sok esetben. Viszont az a tény, hogy ők június 29-én úgymond tartják az ünnepüket, hogyha fogalmazhatunk így, kötődik ahhoz az alkalomhoz is, hogyha megnézzük, most van a napforduló. Innentől kell, és egészen eddig növekednek a nappalok, hosszabbodnak. Az a krisztusi fény, amit ezek a tanítványok jelképeznek, szimbolizálnak, az növekszik, és betetőzik az övértanúságokkal. Mert nem csak szavakkal hirdetik az Isten országát, hanem vérükkel is megpecsételik. És azt hiszem, hogy ez csodálatos dolog. Az a tény, hogy valaki ilyet mer tenni. Tanítványokra visszatérve, ezek az apostolok, főleg Pál apostol, hagynak maguk után személyeket, akik a helyi egyházat majd képviselik, vezetik, erősítik. Persze Pál apostol tudja nagyon jól, hogy a hit az sokszor elgyengül. Ezért ír nagyon sok levelet az alapított helyi egyházaknak, a Galatáknak, az összes többi leveleire is most gondolhatunk, a korintusiakhoz, a tesszalonikiakhoz írt leveleit. Erősíteni kell ezeket. Azt hiszem, hogy az a tény, hogy ők tanítványokat, úgymond apostol utódokat is, annak utódait hagyják maguk után, az nagy mértékben elősegíti azt, hogy megmaradjon az a helyi közösség is, Pál eltávozásával is, vagy az apostolok eltávozásával is életképes tudjon maradni. Az akkori egyházban szinte
mindenki vértanúságot szenvedett, aki hitben megmaradt Krisztus mellett. Ez az akkori emberek naivitásának, agresszivitásának betudható? Vajon a mai világban is így történne? Betudható a római birodalom keresztjén üldözésének. A római császárok önmagukat imádtatták, önmagukat kiáltották ki Istennek. A keresztényekkel igazán nem tudtak mihez kezdeni. Hagyomány szerint Péter és Pál apostol is Néró császár keresztény üldözése idején haltak mártír halált. Egyes keresztények a Kolosseumban, mások más tragikus módon hunytak el. Viszont látnunk kell azt, hogy a mártíromsággal nincs vége a kereszténységnek, sőt, utána bontakozik ki az egyház. Tertullianus szerint a keresztények vére mag, és az elhullajtott vér nem volt hiába való. A mai világban inkább más veszélyekkel kell szembesülnünk. Péterről és Pálról beszélve megszégyenülve gondolunk arra, hogy sajnos a mai Európa sokszor elfordul keresztény identitásától, bár komoly viták voltak az Európai Parlamentben arra nézve, hogy az európai alkotmányba is kerüljön be a közös keresztény örökség, görög-római kultúra, amire a mai európai civilizáció épül, és sokan ennek ellene mondtak és megtorpedozták. Nem tudom, hogy van-e a mai keresztényekben ennyi hit, kitartás, mint volt Péterben, Pálban, akik életüket adták. Sokkal inkább itt belső megromlásra kell számolnunk, szekularizációval, liberalizációval, amely világban az emberek középpontjában sokszor a pénz, az anyagiak kerül, és a hit másodlagossá válik. Nagyon jól tudjuk, hogy a református vallás inkább a nyugatias vonásokat képviseli, viszont a görögkatolikus inkább a keleti esebbeket. Fenyegeti ez a tény a keleti egyházat is? Mármint, hogy szekularizáció is? Igen. Biztos, hogy fenyegeti, mert mi is ugyanabban a világban élünk, és főleg ebben a központban, ahol látjuk, hogy más egyházak, egyházaknak nem is biztos, hogy lehetne őket nevezni, szekták özönlenek be, és mi elég nehezen tartunk ki a magunké mellett. Eszembe jutott itt a beszélgetés kapcsán, míg hallgattam a lelkésztársaimat, hogy Szent Pál apostol és Péter apostol is rengeteget tanítottak. Ugye missziót vezettek, eljutottak egész Rómáig, Európáig. És a leveleiket is úgy hívjuk, hogy Szent Pál apostol korintusiakhoz írt levele, efezusiakhoz, rómaiakhoz írt levele, vagy Péter apostol első, második levele. Manapság mi is leveleket küldünk e-mailen, Facebookon, SMS-ben, írunk, de vajon tudunk-e eleget olvasni, és értjük-e is azt, amit olvasunk? Ha most a kezébe nyomnék egy 18 éves diáknak, vagy gyermek, illetve hát akkor már ugye érett személynek, egyének a kezébe egy Szent Pál apostol valamelyik levelét, és elolvasná, vagy felolvasnám neki hangosan, nem biztos, hogy értené. Több mint valószínű, hogy nem értené, mit akar mondani. És az akkori ember ott, 2000 évvel ezelőtt értette. Mert ha nem értette volna, akkor nem lettek volna követőik, mert Szent Pál kérdés volt az, hogy hányan voltak, voltak-e tanítványok, voltak-e társak. Hát ott olvassuk a Szent Pál apostol leveleiben, hogy üdvözöljétek munkatársamat, fogolytársamat, együtt ültek a fogságban, együtt utaztak a hajón, együtt szenvedtek hajótörést, mentek és hirdették Isten, Jézus Krisztus evangéliumát, és ezekből tanultak. Vagy ott volt az eset, amikor eljut a pogányokhoz, akik oly nagyba voltak a pogány isteneknek az imádatával, és meglát egy emlékművet, egy sírt, amire az volt ráírva, hogy az ismeretlen Isten. És akkor ebből is példát vesz, ebből is vesz egy olyan jó lüktetést, hogy ennek az ismeretlen Istennek a hirdetője vagyok én, és ezen keresztül hirdeti nekik,
hirdetni nekik azt az Istent, akiért ő merte vállalni a halált, akiért merte vállalni az utazást, akiért elindult és hirdette, mert neki ez volt a dolga. Erre kapott hivatást. Kérdés az, hogy ugye görögkatolikus egyház, keleti egyházról van szó, Szent Liturgián felolvasunk egy evangéliumi szakaszt és egy apostoli szakaszt. Ez is a neve, hogy apostolt olvasunk. Vagy Péter apostolnak, vagy Szent Pál apostolnak a leveleit olvasunk, ugyanúgy, ahogy a római katolikus egyházban a szentleckéket, vagy a református egyházban azokat az igéket, már úgy is kezdik ugye a református egyházban, kegyelem nektek és békesség. Ugyanazokat a szavakat mondja, amit 2000 évvel ezelőtt Szent Pál apostol mondott. De vajon ezt értjük-e? Azok, akik eljönnek a templomba, értik-e azt? Hányszor Biblia olvasáson, vagy Szentírás olvasáson könnyebb megérteni Szent Máté evangélistának a történeteit, egyszerűen a fülünkben rágja azt, amit mondani akar, de hogyha felolvasom a Korintusi levelet, akkor csak mindenki, illetve a többség a hallgatóságnak nyitott füleket mereszt, meg nyitott szemeket, de nem érti azt, és ezeket el kell magyarázni. Akkor miért nem kellett elmagyarázni Szent Pál apostolnak? Hirdette Isten igéjét, és az emberek fülébe belehatott, és látjuk, hogy valóban mag volt, és ez most kivirágzott, csak vigyázzunk arra, ne száradjon el ez az ág, ne kelljen levágni ezeket a száraz ágokat, hanem minél virágosabb legyen, és minél gyümölcsözőbb legyen. Nem lehet esetleg, hogy inkább az akkori ember nyelvezetén íródott? Hát az akkori ember nyelvezete, ma, amikor egy levelet írok, a saját nyelvezetemben írom. De miért értették meg ők olyan könnyen azt, és miért nem értjük meg mi, akik azt mondjuk magunkról, hogy már felfedeztük az egész világot, már eljutottunk a Holdig. Már olyan nagy tudományban részesültünk, számítógépekkel vagyunk körülvéve, és mégsem értjük azt időszakot, amikor nem volt sem telefon, sem számítógép, sem repülőgép, hajóval utaztak, meg gyalog, meg szekerekkel, és mégsem értjük meg azt, ami nekünk szól. Miért nem értjük meg? Értsük meg és tanítsunk róla, ez a mi feladatunk, mi is az apostolok utódai vagyunk, nekünk az a feladatunk, hogy ezt megértessük azokkal, akiknél nyitott fületre találunk, meg nyitott szíveket. Jelenések könyvében olvassuk, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Sokkal inkább a szívvel van gond, azt gondolom. A mai ember figyelmének a középpontjában, amint mondtam, sokszor a jólét, az anyagiak, önmegvalósítás áll. Viszont Krisztusnak kell életünk középpontjában lennie, hiszen ő ad értelmet a mi életünknek. Az egyház egy élő szervezet, egy élő valóság, amihez csatlakozni kell és szerepet vállalni benne. Sokszor azért sem egyesek az egyházat kívülről nézik, lehet, hogy egy idejét múlt szervezetnek gondolják, az egyháznak ma is van üzenete, és aktuálisabb, mint valaha. Manapság talán nem tudjuk úgy Krisztust az életünk középpontjába helyezni? Én úgy hiszem, hogy tudnánk az életünk középpontjává tenni az Jézus Krisztust, viszont annyira sok más dolog van, ami az életünket kitölti, hogy egész egyszerűen az Istenre már nem jut se idő, se energia, és mint egy fölöslegessé válik. Tehát a szekularizált világban picit ez a neoliberális szellem oda ledegradálta az egyházat, az egyházakat, a vallásosságot, a templomba járást, az Istennel való kapcsolatot, mint egy a többi szolgáltatás közül. Tehát ha nem nyújt nekem lelki feltöltődést, most azon hirtelen, de aztán most adja meg, vagy nem történik meg az, amit én kérek, elvárok, szeretnék, nem kávéautomata, bedobom a pénzt és kapom, amit kérek, vagy a Coca-Colát, akkor nem is jó. Tulajdonképpen picit a versenyképességünk szintjét, tehát ide süllyedtünk mi is a többiekhez, tehát amikor a szentet próbáljuk profanizálni, akkor csapdába esünk. Itt nem erről van szó, hogy most mi is a toppon kell maradjunk, mint a többi. Ez teljesen más perspektívából kell nézni az egészet. Az, hogy van valakinek egy személyes Isten kapcsolata, az nem hasonlítható ahhoz, hogy befizetett egy nagyon jó wellnessre, és egy hétig ott van.
óriási a különbség. Az egyik materialista síkon működik, másik pedig az életemnek a lüktető ereje. Ha ez nem így tekintek rá, hogy az életemnek a mozgató rugója az Isten, akivel együtt szövöm a terveimet. Abban a korban is lett volna az embereknek, mivel foglalkozzanak. Pára is megmondták, hogy ó, hadd csak, mi erről majd még máskor meghallgatunk téged. Tehát kudarcok mindig vannak. Viszont, amit tehet szerintem a keresztény ember, hogy elsősorban le kéne szűkíteni azt a kört, amivel foglalkozok. Foglalkozok egyszerre az internetvilágával, a vásárlásommal, a családomnak az ilyen ügyes-bolyos dolgaival, és pont a leglényegesebb dolog maradt ki az életemből. És éhesen kóborolok lelkiéségemmel az utcákon. Egyik napról a másikra. Tehát Péter és Pál rá tudták építeni az életüket az Istenre. Ez bizalom. És ez a hitnek a kérdése. Nem azért döntöttek az Isten mellett, mert valaki meggyőzte őket a tanításuk alapján, hogy most így prédikáltak, vagy úgy prédikáltak. Volt egy személyes Isten tapasztalásuk. Maikor emberének is biztos, hogy van, vagy volt, mert mindenki életében kicsit az Isten úgy elhúzza a mézes macogot az orrunk előtt. Biztos, hogy már egyszer megérintett az Isten bennünket. Kicsi gyerekkorunkban, 20 évesen, 30 évesen, 50-80 évesen. Mindenképp egyszer megérinti az Isten az embert, és hívja magához. De hogyha az ember csak ilyen lelki, fület, csiklondoztató igék után ásítozik, akkor tévedésben van. Tehát nekünk az Istenre kell építenünk, és azután a többi dolgokkal foglalkozni. Ti először csak építsétek az Isten országát, a többi mind megadatik nektek. Bocsánat. És miért tudták ezt a régi keresztények jobban megérteni, mint manapság, mint a mai ember? Elsősorban én úgy hiszem, hogy nem volt annyi dolog, ami lekötötte volna őket, mint most. Most tényleg rengeteg olyan esemény van a mai kor emberének az életében, ami elvonja a figyelmét. Csak nézem a munkámat, 8-10-12 órát le kell dolgozzak. Ha nem figyelek oda a varrásnál, elrontottam. Főnököm kitesz, kész, nincs munkahelyem, családommal, mi lesz? Ezrével hagyják el ezt az országot az emberek, és mennek külföldre. Diplomás, tanult, nagyon ügyes, mesterét végzett emberek. Azt hiszem, hogy valamilyen szinten perspektívaváltást kell történjen az életünkben. Fel kéne állítani egy értékrendet, hogy melyek a fontosak az életünkben. Fontos ez is, fontosak a könyveim, a virágaim, az autóm, fontos a lakásom, fontos a gyermekem, fontos a családom, és vajon hol van ezek között az Isten? Fontos az is, hogy legalább egyszer elmenjünk a családdal valahova. Vagy fontos az, hogy jaj, legyen egészségünk. Tényleg. De mindenünk, mindent az Istentől kapunk. Minden kegyelem, hogy mondja ki Szent Teréz. Minden az Istennek az ajándéka. Minden. Tehát, hogyha nem a forráshoz megyünk vissza, hanem megállunk egy kicsit valahol feljebb, nem tudom, onnan a forrásról kellene mi is vegyük a drága jó ivóvizet. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az élet vizét adom nektek, az Úr Jézus Krisztus. És ezt egyedül a templomban találom meg. Nem a kinti ember életvitelében. Talán falun nem ennyire rohanó a világ, mint városon. Érezhető ez a templomban, az egyházban? Sajnos az egész társadalomban felgyorsult az élet. Talán falun nem annyira, mint városon. Szolgatásomnak igaza van. Sajnos sokszor szolgáltató egyházzá válunk, ahol az emberek kifizetnek egy összeget, kapnak egy szolgáltatást, és utána többet nem foglalkoznak sem Istennel, sem a hittel. És mindezek ellenére mégis sokszor azt tapasztalom, hogy az Isten hit lehet, hogy sokszor rejtett módon, de ott van az emberben, és hogyha nem máskor, de a halálhoz közeledve mégiscsak előtör. Lehet, hogy akkor már késő, lehet, hogy mint egy vészfék, akkor kapaszkodnánk bele. Mégis valamilyen formában ott van az embereknek az életében. Ez a kis elvetett magvacska, ez hogyan tudna továbbfejlődni, kibontakozni? Úgy tudnak kibontakozni, hogyha a szívünket és lelkünket
legalább fele annyira odaadnánk, mint ahogy Péter és Pál odaadta az életét az egyházért. Tudjuk, hogy Szent Péterről és Szent Pálról több ilyen történet terjen, főleg a magyar népköltészetben. Van is egy ilyen, amikor Jézus Krisztus elmegy a földre Péter apostollal, és lejárja a falvakat, aztán elfárad, és az egyik este bekérezkedik valahova, hogy lehajthassa a fejét nyugovóra, hogy másnap tovább tudjon menni, és betér egy nagyon szegény családba. Egy szegény özvegy asszony van egyetlen egy gyermekével, és hát alig van mit tenni az asztalra, de hát mégis az öreg asszony a szívét, lelkét odaadja Jézusnak, és az egyetlen tojást kiveszi a kamrából, azt a nagyon kicsi lisztet, azt az egész picike csirkét, meg ami még ott szaladgál az udvaron, mert már az az utolsó, azt is feláldozza, és megkínálja, jó levest készít, és megkínálja a vendégeit, Pétert és Jézust, és akkor Jézus oda szól Péternek, miközben eszi a finom húslevest, hogy számolja meg, hogy hány arany karika van a levesen. Tudjuk, amikor a friss tyúkus levesen ott a tetején ott szállingóznak ezek a kis arany karikák, és Péter apostol elkezdi számolgatni, és miután véget ért, annyit mond neki Jézus, hogy hát vegyél ki légy szíves az elszényedből annyi aranyat és ajándékhoz oda, mert ez az asszony ez mindenét odaadta, és ezért az Isten is és tárt karokkal képes, és odaadja neki mindenét. Illetve megajándékozza, kárpótolja. Ugyanúgy a következő nap megint elfáradnak, betérnek egy másik faluba, de ott egy kitudódott, hogy a másik faluban milyen sok aranyat kapott az a szegény özvegyasszony, és az egyik leggazdagabb lakosa a falunak addig bujkál, megy, és rendezkedik, hogy nála lakjon Jézus arra az egy estére, és mindent beletesz abba a levesbe, a legtöbb zsiradékot, ami van a kamrába, nem kell a legfelső polcra felnyúlnia, mert ott van előtte, szinte borul le a polcról, 40 tojást bele, 60 tyúkot beletesz, egy kicsit ugye felturbóztam, de a lényeg az, hogy az egészből az jött ki, hogy egyetlen egy nagy olajfolt volt a leves tetején, és Jézus Krisztus megint odaszól Péternek, hogy hát légy szíves, fizest ki, és ő már csak egy aranyat kap. Hát ő is oda akarná adni ez az ember a szívét, lelkét, de csak a nyerészkedésből, az érdekből. A szegény asszony meg a szívét adja oda, az ami neki van, mert ezzel akarja az ő Istenének a tiszteletét, az imádatát kimutatni. Hát ilyenek legyünk mi is, hogy az életünket a merjük oda tenni erre az ajándékba kapott életre, amit az Istentől kaptunk, és akkor megváltozik a világ. Nem kell megváltanunk a világot, de körülöttünk is meg fog változni minden. Tehát próbáljuk meg akkor a szegény asszony példáját követni. Adjuk Istennek, ami neki jár. Adjuk neki életünket, adjuk neki mindenünket, mert megéri. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Kedves nézőknek köszönjük a megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra.